Dombóvárváros önkormányzata a roma nemzetiségi önkormányzattal karöltve minden évben szervez egy akciót, amelyel a rászoruló roma származásúakat segítik. Az előző évek folyamán ezt a kezdeményezést karácsony környékén valósították meg, ám 22 év végén úgy határoztak, hogy miután sok jótékonysági kezdeményezés volt a szeretet ünnepét megelőzően, így a tartós élelmiszercsomagokat januárban adják át a rászorulóknak. A csomagokat Ligorovics Zsolt, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, Orsós György, a roma nemzetiségi önkormányzat képviselője, Horváth Józsefné és Futó Péter Dombóvárváros önkormányzatának képviselői osztották szét az előre értesített roma családok között. 46 család kapott tartós élelmiszercsomagokat, amiben ugye van cukor, édesség, kávé, konzerv, egy kis nápoi, és gyakorlatilag ugye karácsony előtt azért mindenki próbált, igyekezett megoldani az ünnepeket. Én úgy gondolom, hogy most az ünnepek után is kell enni, és jól jött sok családnak ez a tartós élelmiszercsomag, hogy jó pár napra meg tudják oldani a családnak az étkezését belőle. Húsvétra is tervezzük, hogy legyen. Korlátozottak a lehetőségeink, de én úgy gondolom, hogy eddig is, mint eddig is, ezután is meg fogjuk oldani, hogy tudjunk egy kis támogatást adni, hiszen segíteni, adni öröm, és főleg olyan embereknek segíteni, akik nagyon rászorultak erre. Elég gyakran engem is megkeresnek a körzetemből emberek, és akinek tudunk, tényleg segítünk, azért az önkormányzatnak a jelenlegi támogatási rendszere szerintem nagyon igazságos és nagyon jó. Aki tényleg nehéz helyzetben van, tényleg krízis helyzetben van, az önkormányzathoz bemegy, és segíteni tudunk. Dombóvárváros önkormányzata az év minden szakában arra törekszik, hogy segíteni tudja a rászorulókat. Az önkormányzatnak a lehetőségei korlátozottak, és én úgy gondolom, hogy a 2019 óta Dombóvárvárosának a képviselőtestület és a polgármester úr is mindent megtesz azért, hogy tudjuk támogatni a nehéz sorsú embereket, de már évek óta civil szerveződés is van a városban, nem egyszer, nem kétszer, akár iskola kezdésre gondolva, akár karácsony előtt is, ahol tényleg megmozdulnak a dombóvárjak is, adakozóak is, támogatják azokat, akiknek hát az életkörülményeik olyanok, hogy rászorulnak erre. A mai helyzetben, ami van az ország, meg van a Dombóvárváros önkormányzata is, úgy gondolom nem egyszerű költségvetésből ilyenre fordítani, leginkább pályázatból. És ez ügyben is nagyon sokat teszünk, és igyekszünk megtenni, amit lehet, hogy aki tényleg nagyon nehéz helyzetben van, tudjunk rajtuk segíteni. A kezdeményezésnek köszönhetően 46 rászoruló roma nemzetiségű család kapott csomagot, melyből 14-en Mászlonyban laknak, 32-en pedig Dombóváron.